lelassítani egyébként az elménket. Reméljük, hogy mindenki meditál. Kicsit jó tisztába kerülni. Kriszti az alfa állapot királynője lett, úgyhogy vigyázzatok. Voltam múltkor, bevallom, másnapos voltam, de 16 órán keresztül voltam ébrenlét és alvás közötti állapotban, és zseniális volt. Ajánlom mindenki. Legyen csönd, szívülünk következő. Csend, lehet a történelem vége, nem kérdés, hogy részt veszel-e benne. Magadtól mész, vagy csak hajtanak egy bármelyik térre a tudattalan zajban. Oka van annak is, ha szar helyen állsz, a hangszórók alatt és semmit sem látsz, csak hallasz pár szót és agyban összerakodó, ez a sor annyira én vagyok. Figyelsz, vagy csak hallgatod, a szavak ereje a legnagyobb. Mi a díszlet a színpadon, mikor lesz tényleg a népé a hatalom? Ha ezt annyiban hagyod, a pudin lehúzhatod az én tudatot. Húss, hogyha kérhetem a csend, legyen az új étele. Csend! Így is kezdődhetne pártgyűlés, égzáró Isten tisztelete. 5 éves terv, az is dobbergéssel nyitott. Nézd meg, hányuk lett a derék szíjadon. Éhes vagy, mérd meg a pulzusod gyenge, az ujjad meg távol már mélyen a seggedbe. Kitartás, magyarok, eljön az aranykor, csak ejtsünk még pár szót a háttérhatalom. Figyelsz, vagy csak hallgatod, a szavak ereje a legnagyobb. Mi a díszlet a színpadon, mikor lesz tényleg a népé a hatalom? Ha ezt annyiban hagyod, a pudin lehúzhatod az én tudatot. Kuss, hogyha kérleted, csend legyen az új értele. A következő dalunk az ilyen antipálinka dalnak szántuk, és nem szántuk, az lett belőle a szövege által. Ezeket általában az én Szabolcs megyéből származunk, és onnan szedtem fel ezeket az élményeket, amik elsősorban az alkoholhoz köthetők. Komplett... A szöveget ő írta, én szeretem. Komplett generációkat írtott ki az alkohol, örnyeim és uraim Magyarországon. Nem tudom, hogy ez kinek áll érdekében, majd egyszer kiderítjük.